sugárzás csak egyirányú lehet. Mégis kétfelé lök, mert létezését a távolság és a kitérés határozzák meg. Felbukik, eltűnik. Ez a viszonyrendszere. Felbukkanunk, eltűnünk különböző társas alakzatokban. És a nyílt közvetítő közegekben a teremtett hullámok csak relációk. Hullámaink vágyak. Megvalósulásuk képzelgéssel kezdődik. Ezt hívjuk vágyakozásnak. A vágyak eredete ismeretlen, csak felülírjuk az elmékekhez ragasztott elképzeléseket. Az anyag kettős természete a térben elmozduló, haladó hullámok kiszolgáltatottjai vagyunk. A partról minden tenger végtelen. Nincs két egyforma kiterjedésű. És ugyanannak a tengernek sem állandó a mérete. A vízben a hullámok csak a felszínen láthatóak. Ha alájuk merülünk, kizárhatjuk őket. Fény és anyag vagyunk. Egyszerre rendelkezünk két kontrasztos tulajdonsággal. Ez az egyensúly. De a balansz nem optimum. A Földön is van két ellentétes pont, ahol minden azonos.